Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Keresztvetéssel és a Szent Háromság Egyisten megvallásával köszöntöm a kedves nézőket, azért, mert tegnap Szent Háromság ünnepnapja volt. És itt Szolnokon a belvárosi nagy templom, amely a Szent Háromság Egyisten tiszteletére van szentelve, búcsú ünnepet tartottunk, és természetesen, hogy minden szentmisében, minden imádságunkban a kinyilatkoztatás nyomán, hogy az Úr Jézus kinyilvánította Isten mélységes titkát, hogy az egy Isten egyben három személy is, hát mindig ennek a misztériumnak az igazságában éljük az életünket, és mindig, amikor Isten felé fordulunk imádságban, akkor voltaképpen a Szent Háromság egy Istent dicsőítjük meg. Az Úr Jézus Krisztus, mint második isteni személy, azért lett emberré, hogy ő megdicsőítse mennyei atyát. És azt kérte mindig imádságban Jézus, hogy a mennyei atya viszont Jézust dicsőítse meg az ő szent emberségében is. És amikor Jézus elküldte pünköskor a mennyei atyától a szent lelket, a harmadik isteni személyt, akkor mindez azért történt, hogy a történelemben, az időben és a térben, Jézus Krisztus nyomán, a megváltásunk nyomán, az Isten megdicsőjön minden tettünkben, minden imádságunkban, egész életünkben, és hogy idők végezetéig a Szentlélek Úristen műve nyomán, Isten dicsősége egyre inkább megvalósuljon ebben a teremtett világban és a mi emberi életünkben is. Hallgassuk meg az evangélium szavait, amit a tegnapi ünnepnapon olvasott fel az Anyaszentegyház ünnepélyesen János apostol evangéliumából. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz, még sok mondani valónk volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is, ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Kedves nézők, nagyon nagy misztérium a Szent Háromság egy Isten, hogy kinyilvánította ezt Jézus, és csak tőle tudjuk ugye ezt a nagy misztériumot, és viszont ez a számunkra olyan felfoghatatlan, hogyan lehet az egy Isten egyben három is. Ilyenkor el szoktam játszani például a hittanórákon a gyerekeknél, hogy előveszek három gyufaszálat, összefogom, meggyújtom, és természetesen egy lángja van. Aztán szétveszem a három gyufaszálat, és akkor három külön lángot látunk, aztán megint összeteszem, megint egy láng, megint szétveszem, három láng. És akkor a gyerekek így megsejtik, de talán mi felnőttek is, hogy miről is van szó. Isten a végtelen szeretet, és nem egy személyben szereti önmagát, hanem három személyben. És valahogy ugye a bölcsesség is azt mondja, hogy háromnál kezdődik a közösség. Tehát egy ilyen emberi próbálkozás ezt, hogy valamiféleképpen megmagyarázok Isten szent háromságos titkát. Én azt hiszem, itt arról van szó, hogy Isten mélységesen szereti a személyekben egymást, egy kölcsönös olyan szeretet van, ami egy fantasztikus isteni létegységet hoz létre. Szent Háromság képére vagyunk teremtve a családjaink is, személyesen mi is, bizony törekedni kellene, és ebben tudjuk utánozni a Szent Háromság egy Istent, hogy a kölcsönös szeretetre törekszünk, és a szeretet egységére. Hát kövessük a Szent Háromság egység, a Szent Háromság egy Isten egységét, és valóban ezt a kölcsönös szeretetet próbáljuk élni, gyakorolni családban és mindenhol. Amen.